magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy a rabok tovább nem leszünk. Bonyhád a Napercelek városában 1848 kapcsán szinte kötelezően szó esik a honvéd tábornokról és családjáról, akik sokat tettek a magyar szabadság kivívásáért, mondta a napszónoka Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye kettes számú választókerületének országgyűlési képviselője. Számunkra ebben a küzdelemben a percelek játszották mindenkor a vezetést. Így volt ez 1848-at megelőzően is, 1848-ban és az azt követő évszázadban egyaránt. Számunkra 48. március 15-e jelenti Percelmort, jelenti Percel Miklós, és nyilván jelenti azokat az embereket, akik a percelek mögött álltak. Történelmi visszatekintését követően Potápi Árpád János arról beszélt, a magyarság minden nehézsége ellenére itt van a Kárpát-medencében, megmaradt, és tödetlen hittel építi a jelent. Számunkra ma élő magyaroknak sincsen más feladatunk, mint hogy megtegyünk mindent annak érdekében, hogy hazánk szabadon éljen, és béke legyen az országunkban. Mi volt a 48-as forradalmároknak is az egyik legfontosabb követelése. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Bonyhádon minden esztendőben a forradalom évfordulóján adják át a város egyik jelentős kitüntetését, a Percel díjat, melyet ebben az esztendőben Németh Lídia belgyógyász, az ANTS egykori igazgatója vehetett át.